Tábort tartott a bátaszéki SE kosárlabda szakosztálya. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály megtalálható volt a táborban. Farkas Ada például 2 éve jár kosáredzésre. Elárult a stábunknak, mit csináltak ebben az 1 hétben, és mit szeret ebben a sportban. Gyakoroljuk a kosarazást, meg kicsit játszunk, de igazából a legtöbbet kosarazzunk itt. Lehet nyerni, meg hogy egy csapatban vagyunk, és hát itt vannak a barátnőim is, meg a barátaim, és hát nekem ez a legjobb játék a világon. A táborban 42 gyerek jelentkezett és vett részt, melyet 5 edző felügyelt. Meg tudjuk oldani, mert amíg a kicsik edzenek, addig a nagyok különböző elfoglaltságuk van, és fordítva is, amíg a nagyok edzenek, addig a picik vagy színeznek, rajzolnak, beszélgetnek, játszanak, úgyhogy meg tudjuk oldani így az edzéseket. És így van délelőtt is, mindegyiküknek egy edzés is délután is. Van Dékány Zsanett, Matej Csekler Éva van a nagyobbakkal, Kovács Cecília is a nagyobbakkal van, és a mai nap van egy edzőnk, aki beszokott a táborban segíteni, ő Szegedi Márton. Nagyon örülünk, amikor ő tud segíteni, mert ugye a lányok mellett azért ilyenkor egy férfi is megjelenik, és azért a gyerekeknek is szerintem kell az, hogy egy férfintól is lássák így az edzéseket, ahogy ő mutatja, ahogy ő adja a feladatokat nekik, hogy ő foglalkozik velük, azért más. Dékány Zsanetta a legkisebbek fejlődéséért felelt. 11-en vagyunk a csoportban. Vannak köztük óvodások is, illetve első osztályosok. Tavaly szeptemberben kezdtük az edzéseket, sajnos nem sokáig, októberben abba kellett hagyjuk, és most idén, májusban tudtuk folytatni. Úgyhogy igazából ezt a tábort felelevenítjük a tanultakat, és egy kicsit megpróbáljuk csiszolni a tudásukat. És remélhetőleg szeptemberben még többen tudunk kezdeni, és már egész évben tudjuk folytatni az edzést. Nagyon szeretnek jönni, a visszajelzés ez, a szülők is ezt mondják nekünk, játékosan próbáljuk őket fejleszteni, hiszen még picik, az óvodásoknál inkább a labda játékokra gondolunk, az elsősöknél pedig már azért próbáljuk a dobást is fejleszteni, illetve ugye a labda érzékük, hogy kialakuljon, és bízunk benne, igen, nagyon ügyesek, nagyon fogékonyak, tanulékonyak, úgyhogy bízunk benne, hogy a nagyok nyomdokaiba léphetnek. Ogunszon Bonnyai Jacqueline 3 éve kosarazik. Azt mondja, azon kívül, hogy szereti a játékot, nagyon jó a közösség is. Délelőtt edzünk, először a kicsik, utána pedig a nagyok, és utána pedig átöltözünk, és elmegyünk ebédelni. Délután csendes pihenő van, de van, amikor más dolgokat szoktunk csinálni. Mondjuk tegnap elmentünk a Jancsili birtokra állatokat nézni. Ma pedig elmegyünk fát faragni. Délelőtt általában ilyen ügyességi feladatok vannak, utána délután pedig meccsezni szoktunk. Pomsár Anna pedig már 4 éves korában elkezdett kosárlabdázni. Azt mondja, örül, hogy ilyen korán rátalált erre a sportra, és másoknak is ajánlja. Így előre lehet fejlődni, és hogyha nagyobbak lesznek, akkor is már így többet tudnak. A táborozó gyerekek közül szinte mindenki tagja a szakosztálynak, mégsem egy kimondott edzőtábort tartottak a trénerek. A tábornak a célja igazából, hogy amit egész évben gyakorlunk, azokat ismételjük, visszamegyünk az alapokig, tehát hogy mindig egy kicsit előrébb megyünk, nem erősítő jelleggel van. Hogyha augusztusban lenne a tábor, tehát egy alapozás célja lenne, akkor megint máshogy edzenénk, de ez inkább egy ilyen kosárlabda tábor, napközi tábor. Próbáljuk azokat az elemeket gyakorolni, amire kevesebb időnk van évközben, de fontosabb inkább a közösségépítő értéke, hogy együtt legyenek a gyerekek, jól érezzék magukat. A tábor alatt foglalkozásaink vannak, tegnap éppen túrázni voltunk, kézműves foglalkozások vannak, és ez mellett ugyanúgy kosárlabda elemeivel foglalkozunk.